Ezzel a videóval szeretnénk mindenkit megismertetni az élesztő tulajdonságaival és működésével. A kereskedelemben kapható préselt élesztő az élesztő gombáknak a nagy tömegét jelenti. Az iparban ezt úgy állítják elő, hogy 1 gram élesztő körülbelül 1 millió élesztő gombasejtet tartalmaz. Amit megveszünk a boltba, az ilyen jellegzetes barnásárgás színű, kagylós törésű, rugalmas állagú és nagyon jellegzetes illata van. Ez az élesztő egy ideig a hűtőben megőrzi ezeket a tulajdonságokat, és egy idő múlva az élesztő gombák kezdenek pusztulni benne, nyálkás lesz, nyúlós, és az illata is megváltozik. A friss élesztőben tehát élő élesztő gombasejtek találhatók, ezek egy sejtőek, nagyobbak, mint az óriás márkolák, és ezáltal egy szuszpenzió képezhető belőlük. Ezeket az élesztő gombákat az emberiség több ezer éve használja, hiszen a régi időkben nem volt tiszta víz, nem tudtak vizet fogyasztani, és ezért nagyon gyakran élesztő gombák segítségével sört erjesztettek. Ezek híg sörök voltak, és ezt használták ivóvíz helyett. Élesztő gombákat használtak alkoholos erjedés elősegítésére is, tehát gondoljunk a sörökre, a borokra, de óriási jelentősége van a keresztett kenyér készítésében is. Az élesztők, mivel élő lények, ezért érzékenyek a környezet hatásaira. A következő dián nézzük meg azt, hogyha egy körülbelül kockacukor mennyiségű élesztőt leválasztunk, és ezt összekeverjük üvegbort segítségével vízben, akkor egy úgynevezett élesztő szuszpenziót kaphatunk. Itt pontosan látszanak azok a kerekedett élesztő sejtek, amelyek ezt a préselt élesztőt alkotják. A képen látható néhány folt olyan kis csomócskákat jelent, ahol nem teljesen osztott szét sejtekre maga a szuszpenzió. Hogyha ezt az élesztő szuszpenziót megfestjük metilénkékkel, akkor azt lehet tapasztalni, hogy a sok-sok kerekedett élesztő sejt között vannak olyanok, amelyek sötéten festődnek. A metilénkék ugyanis sötétre festi az elpusztult, tovább már nem osztódó, szaporodó sejteket. Ugyanezt szeretném egy másik festéssel megmutatni, ugyanígy metilénkékről van szó, csak biztos egy kicsit nagyobb volt a töménység. Itt is láthatók olyan sejtek, amelyek sötéten festődnek, ezek az elpusztult sejteket jelentik. Hogyha továbbiakban egy tárgy lemezre élesztő szuszpenziót kenünk, lefedjük fedőlemezzel, és 75 fokon 10 percig tartjuk, akkor azt lehet tapasztalni, hogy az élesztőknek a fő tömege elpusztul. Ez a kép annyiban is különbözik az előzőtől, hogy ezek azok a területek, amelyek a 75 fokon már kiszáradtak, elpárolgott belőlük a folyadék, ennek következtében itt már elszigetelt sejteket lehet látni, és gyakorlatilag szinte mindegyik sejt sötéten festődött. Tehát a 75 fokos hőmérséklet el fogja pusztítani az élesztőket. Időnként azért lehet látni egy-egy olyan sejtet, amelyik nem színeződött teljesen, valószínűleg egy osztódás közben élő sejt, és sikerült megőriznie az életképességét. Ez egy nagyobb sűrűségű részt mutat ugyanebből a metszetből, látható itt is a nagy tömegben elpusztult élesztő sejtek, szinte mindegyik külön válik a többiektől. Az élesztő felhasználására most készítettünk egy kovászt, ami abból állt, hogy vizet, cukrot, illetve lisztet kevertünk össze. A cukor ebben az esetben az élesztők táptalajául szolgál. Amikor az ember összekeveri ezeket az anyagokat, akkor először csak egy ilyen sűrűn folyós, lisztes masszát kap, és egy idő múlva érezni lehet egy nagyon jellegzetes erjedési illatot, ami már az élesztő gombák működését jelzi. Hogyha ezt a két azonos mennyiségben elkészített főzőpoharat különböző helyre rakjuk, az egyiket hűtőszekrénybe,
a másikat pedig egy 40 fokos termosztátba, bejelölve a pontokat, egy idő múlva látható, hogy hogyan lépnek működésbe az élesztőgombák. A következő diák készítése között 10-10 perc telt el, tehát az első kémcső mindig hűtőbe került vissza, a második pedig a 40 fokos termosztátba. Ez volt a kiindulási pont. A következő 10 perc eltelte után lehet látni, hogy az elsőben egy nagyon-nagyon kicsi növekedés fordult elő, a 40 fokon pedig beindult az élesztőgombák működése. Jól látszik, hogy szabályos ilyen gáz üregek jönnek létre, amelyekben az élesztő által elkészített széndioxid található, és ez fogja felfújni ezt a keveréket. A következő 20 perc elteltével még jobban látszik a buborékok megjelenése. Itt is beindul az élesztőknek a működése, csak a hűtőben található 8-10 fokos hőmérséklet nem gyorsítja fel annyira, azonban itt is látható, hogy beindulnak a folyamatok. A 30. perc elteltével még jobban látszik a különbség, hogyha egy kicsit megkocogtatjuk ezeket a főzőpoharakat, hallatszik, hogy egészen kongó hangot ad, hiszen maga a keverék már jó részt gázzal, széndioxiddal van tele, a hűtőben ez a folyamat sokkal lassabban történik. Ez alapján elmondhatjuk azt, hogy az élesztő ideális működési hőmérséklete körülbelül 40 fok. Mire jó ez a kémiai körülmények között elvégzett kísérlet? Hogyha otthon kenyeret szeretném készíteni, vagy úgynevezett péksüteményeket, amelyekhez élesztőt használnak keresztőanyagként, akkor nagyon fontos az, hogy miután összekevertük a lisztet, a vizet, a cukrot és az élesztőt, akkor azt megfelelő hőmérsékleten tartsuk. Ez a megfelelő hőmérséklet körülbelül 35-40 fok, és hagyni kell, hogy az élesztők dolgozzanak. Ezért mondják azt, hogy a kenyér készítéséhez türelemre és időre van szükség. Amikor a tészta megkelt, akkor van, aki ezt még egyszer át szokta gyúrni, hogy homogenizálja az anyagot, és utána megint vár. Vagy pedig szépen létrehozzuk magát a péksüteményt, és azt is hagyjuk még egy kicsit kelni, és várunk vele. A keltésztákat hideg sütőbe szokták betenni, mert amikor a sütő melegszik, ez még alkalmat ad arra, hogy a péksütemény tovább keljen, nagyobb legyen, levegősebb, könnyen tésztájuk. Ilyen szempontból teljesen másképp viselkedik, mint mondjuk a cukrás sütemények, ahol kémiai anyaggal, szódabikarbonának a bomlásával hozzák létre azt a széndioxidot, ami felnyomja a tésztát. Ezért van az, hogy a piskótaféléket, amit sütőporral csinálunk, meleg hőmérsékletű sütőbe kell betenni, és körülbelül 20-30 percig a tészta mennyiségének függvényében nem szabad kinyitni a sütőt. Ennek az a magyarázata, hogy felfújja a tésztát, de hogyha ez a benne lévő keményítő, nem csak benne lévő fehérjék nem csapódnak ki, akkor rugalmatlanul visszaesnek az eredeti állapotra, és nem lesz meg a tésztának az alipacsos szerkezete. Tehát ez az alapvető különbség a pék és a cukrás sütemények készítése között.